Egész ingoványos, kérdéses, ködös témát érintünk a mai alkalommal. Ezotéria, reiki, látóember, természetgyógyászat, homeopátia, akupunktúra, talpmaszás és az ehhez tartozó témákra keressük a választ. Püspök atya, nagyon sokszor hallhatjuk, hogy tiltott terület a hívő ember számára a rejki, a homeopátia, a természetgyógyászat, a horoszkóp, az ezotéria és ezeknek a válfajai. Mégis sok hívő ember él ezekkel a lehetőségekkel, főleg ha az egészségéről van szó. Igazából laikusként nem igazán érthető, mi a probléma azzal, ha homeopátiás bogyóval és nem gyógyszergyári laborban előállított gyógyszerrel gyógyítjuk magunkat, vagy éppen energiát kapunk, vagy adunk át. Ugyancsak nem érthető, hogy ha a látó embertől kérünk segítséget, betegségünk diagnosztizálására is nem mondjuk orvoshoz megyünk. Hol az igazság? Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjem ott, hogy a, a gyógyászat óriási fejlődésen ment át az utóbbi 50-100 évben. Tehát az, hogy vannak kórházak, rengeteg gyógyszer, nagyon sokfajta sebészi és egyéb beavatkozás, ez egy teljesen új jelenség az emberiség életében, hogy ennyire intézményessé, vált a gyógyítási folyamat. De nyilvánvalóan ez előtt is volt már gyógyítás az emberiség történetében, gyógyfüvekkel, kenőcsökkel és nagyon sokfajta más módszerrel. Vagyis nem is olyan éles a határ a között, amit mi egy szakszerű gyógyászatnak hívunk, és amit mondjuk ezer éve, 2000 éve gyógyászatnak tekintettek, és esetleg a mai Természetgyógyászat között. Talán nem is olyan könnyű az éles határokat mindig megtalálni. Fontos talán arra is gondolnunk, hogy test és lélek elválaszthatatlanul egyek. Nagyon sok betegségnek, testi betegségnek van lelki oka, és nagyon sok gyógyulásnak is van lelki oka. Tehát valóban néha egy ö, olyan lelki hatás, ami egy embert ér, akár egy karizmatikus egyéniségtől, az testi gyógyulást is el tud nála érni. Ahogyan Gyökösi Endre is mondta, hogy néha a kórházban a legjobb kezelés az, amikor megfogjuk a beteg kezét. Tehát valóban ezek is közvetítenek szeretetet, erőt, bátorságot ahhoz, hogy valaki megküzdjön a betegségével. Talán az is néha érthető, hogy amikor az ember beteg, akkor olyan helyre is fordul, ami nem a legszerencsésebb. Ez így volt régen is. Talán a kedves hallgatók is ismerik a Bibliának azt a részletét, ahol Jézus elmegy a Betesda fürdőbe, amelynek öt oszlopcsarnoka van Jeruzsálem mellett. És hát a régészek feltárták ezt a fürdőt. A legnagyobb megdöbbenésükre ebben a fürdőben, ami tehát Jeruzsálemnek a közvetlen közelében, gyakorlatilag a városfal túlsó oldalán volt. Rengeteg pogány elemet találtak itt, hálatáblákat Aszklepiosznak, a gyógyítás istenének címezve kis aszlepios szobrocskákat. Vagyis arra megdöbbentő eredményre jutottak, hogy a zsidó vallás fővárosa mellett közvetlenül, ott, ahol az ember azt gondolná, hogy semmilyen Pogány gyakorlatot nem tűrtek meg. Igenis, volt egy ilyen félig meddig pogány gyógyító szentély. A beteg ember régen is, ma is mindenfelé fordul, hogyha gyógyulást keres. Azt gondolom tehát, hogy fontos világos különbséget tennünk a tényleges gyógyítás között, illetve olyan tevékenységek között, amelynek tényleges gyógyító hatása nincs ezek inkább tekinthetők úgymond becsapásnak, amikor nem ártanak az illetőnek, de nem is használnak neki különlegesen, ha csak nem annyiban, hogy hisz ennek a gyógyászati eljárásnak a hatékonyságában, és ez a bizalma az, ami erőt ad neki, ami gyógyítja az illető szemét. Ezt hívják, hogy placebo hatás, ezt megfigyelték a, az orvosok is, ez azt jelenti, hogy ha beadunk, mondjuk hasonló betegségben szenvedő betegeknek az egyik felének tényleges orvosságot, a másiknak csak olyan pirulát, ami orvosságnak tűnik, de nem az, akkor meglepő módon azt tapasztalták, hogy a, a nem orvosságos pirulák is igen gyakran használnak. Mégpedig azért, mert a beteg hisz benne, mert bízik, akar gyógyulni. Tehát egy ilyenfajta gyógyszeremnek nincs hatóanyaga, néha ez is hat, nyilván nem a gyógyszer által, hanem a betegnek a bizalma által. Tehát ez egy második kategória, ami nem segít, de nem is árt. És van sajnos egy harmadik kategória, ahol az ember olyan vallási, illetőleg világnézeti rendszernek a részeként eh, részesül gyógyulásban, ahol esetleg negatív erők is megjelenhetnek. Azt gondolom, hogy a hívő embernek Világosan kellene ezeket a határokat látni. Mi az, ami ténylegesen gyógyít, bizonyítottan gyógyít? Mi az, aminek orvosi hatása valószínűleg nulla? És mi az, ami sajnos ártalmas szellemi erőkkel hoz engem kapcsolatba? Még egy pillanatba, pillanatra a placebo hatásra hadd térjek vissza. Van egy nagyon aranyos idős ideggyógyász, dr. néni ismerősöm, és is, mesélte, hogy... Hát ugyanígy ment hozzá egy, egy beteg, és hát adni kellett neki valamilyen gyógyszert, és egy nagyon-nagyon minimális uh, ilyen feszültségoldót kapott, ami igazából se nem árt, se nem használ, és mondta, hogy ez már csak szentelt vízdózis, de hihetetlen jól érezte magát a, ettől a beteg. Püspök atya, a műsorban megvilágításra vár viszont a New Age, rejki, kineziológia, biorezonancia, és ezeknek a Különböző válfajai, mert azt tapasztaljuk a, a hívők között is, hogy nagyon sokan élnek ezekkel a lehetőségekkel, és azt gondolom, hogy nem is nagyon tudják, hogy milyen veszélynek vannak kitéve. Mi is ez a rejki pontosan? Miért éltje a katolikus egyház? Maga a szó, hogyha jól tudom, kozmikus vagy akár isteni energiát is jelenthet. Sokan azt mondják, hogy Jézus maga is energia átadással gyógyított, hiszen ez egy kézrátételes gyógyítás, amilyet maga az Úr Jézus is alkalmazott. Az a személy, aki a rejki rejtelmeibe be van avatva, állítólag nyugodtabbá válik, és Istenbe vetett hite megnő, ezt uh, írja a rejkiről egyik honlap. Ugyan a Jóisten nevét ide citálják, de róla mint szeméről semmi nem szerepel, ezért uh, igazából a hallgatók is, de természetesen jó magam is kíváncsi lennénk, hogy a rezgés szint növekedésével miféle Istenbe vetett hit nőhet meg. A rejki is esetleg egy Isten hiten alapul. A rejkiben van öt erkölcsi alapelv, ez a csak ma nem vagyok dühös, nem aggódom, hálás vagyok, teszem a dolgom, kedves vagyok az emberekhez. Itt megint nem világos, hogy kinek hálás valaki, bár van egy olyan fordítás is, hogy minden létezőnek, és abba esetleg az Isten is beleférhet. És még az alapelvek kikötik, hogy tisztelni kell a szülőket, a tanárokat, és becsülettel keresünk meg a kenyerünket. Ez esetleg a mi atyánknak a mindennapi kenyér iránti kérését is egy picit az ember eszébe juttathatja. Eddig látszólag akár a keresztény etikába is beleilleszkedhetne. Igen, igen, komolyan megfontolandó még talán az is, amit egy ö, másik rejkis honlapon lehet olvasni, hogy a rejki oktatásában és gyakorlatában fontossá vált a rejki keresztény, de nem egyházi oldalának a hangsúlyozása. Hát ezekre a kérdésekre várnánk most a megnyugtató választ. Először is hadd mondjak néhány szót magáról a elnevezésről reiki, ez egy kínai kölcsönszó a japán nyelvben. Rei azt jelenti, hogy titokzatos, vagy lelki, vagy spirituális. A ki pedig jelenti az erőt, vagy az életerőt. Tehát ez titokzatos, lelki, spirituális erőt jelent ez a szó. A reiki gyógyítási módszernek az alapítója, vagy föltalálója egy usui mikao nevű japán sintoista szerzetes volt 1922-ben. Három heti imádság és böjt után érezte ő azt, hogy ezt a képességet és ezt a tudást megkapta, és alapított is egy gyógyító társaságot Tókióban. Ő úgy gondolta, mint sintoista szerzetes, hogy a japán császár, magának az istenségnek a megtestesülése, ugyanis a sintó vallásban így tisztelik a japán császárt, ő a sintó vallásnak a feje is egyben. És az egyik császár, Meiji, fogalmazta meg a verseiben ezt az öt alapelvet, amit hallottunk, amelyek alapvetően nagyon szépek, azt mondja, hogy csak ma nem vagyok dühös. Csak ma nem aggódom. Csak ma hálás vagyok. Csak ma teszem a dolgom, csak ma kedves vagyok az emberekhez. És hát azt gondolhatnánk, és ez talán így is van, hogy Jézus nagyon hasonló dolgokat mond. Nem vagyok dühös. Jézus azt mondja, hogy már aki haragszik a testvérére, az is méltó az ítéletre. Vagy azt mondja a Biblia haragjában, nem azt teszi az ember, amit akarna vagy csak ma nem aggódom. Jézus azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, mit esztek, mit isztok, mi beruházkodtok. Vagy csak ma hálás vagyok. Szent Pál Lapustól ezt mondja, legyetek hálásak mindenért. Vagy teszem a dolgom. Jézus azt mondja, ha mindent megtettetek, mondjátok, hogy csak a kötelességünket teljesítettük. Vagy kedves vagyok az emberekhez. Jézus azt mondja, hogy még az ellenségeinket is szeressük. Ha csak azokat köszöntitek, azoknak tesztek jót, akik veletek is jók, mi különöset tesztek. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy ezek gyönyörű szép erkölcsi törvények, ezekkel azt gondolom, hogy semmi baj nincs is. Mi az, ami belőlük hiányzik? A forrás. A szeretetünknek a forrása az örök teremtő Isten, akiből a szeretetet merítem, és általa továbbadom. Az összes távol-keleti lelkiség és gyógymód az nagyon jellemzően öngyógyító, önmegváltó. Nekem kell olyan lelki jutnom, hogy az erő belém áradjon, hogy valamilyen módon a magam egészségét, lelki életét javítsam nem a személyes Isten által, akivel találkozom, dialógusba lépek vele, hanem egy ilyen lelki út által, egy spirituális út által válok képessé egy jobb életnek az elérésére. Tehát egy kicsikét önmegváltás. És hát leginkább hiányzik belőle a személyes Isten. Mi keresztények azt gondoljuk együtt a zsidósággal és az iszlámmal, hogy az Isten nem csak egy személytelen erő, hanem az Isten személy. Nagyon logikus ezt föltételezni, mert a világ mindenségben vannak személyek, mint például az ember, akinek van öntudata, tud gondolkodni, tud dönteni, van szabadsága. És mivel az egész világ mindenség a teremtőből származik, az Istenből származik, mi is ő belőle származunk. Tehát ez a fajta tökéletesség, ez a fajta lelki minőség, amit személynek hívunk, ez is ő belőle származik vagyis lehetetlen azt elképzelni, hogy benne ez ne lenne, benne, ne lenne meg ez a fajta tökéletesség, hiszen ő belőle árad ki, ő belőle születik az egész világ mindenség. Nyilván az Isten teljesen más módon személy, mint mi. Nem egy nagy méretű embert kell elképzelnünk a jó Istenként. Az Isten úgy személy például, hogy szent háromság, atya, fiú és szent lélek örök szeretete, akik teljesen egyek. Tehát egészen más módon személy az Isten, mint minden, mégiscsak személy. És a keresztény hit gyökere az Isten és ember közötti személyes szeretet kapcsolat. A vele való egység találkozás is ebből fakad mindenfajta más szeretet, illetőleg erkölcsi következmény, amelyre az evangélium minket tanít. Ennek a japán szerzetesnek, Usui makao volt egy tanítványa, aki főleg a testi orvoslásra helyezte a hangsúlyt, és kicsit szakítva a mesterével egy új egyesületet, egy új ilyen reiki egyesületet hozott létre még mindig Japánban. Ennek a második Mesternek egy következő tanítványa elment az Egyesült Államokba. És tulajdonképpen így születik a reiki -nek a mai formája. Ő különböző beavatásokat is végzett, ahogyan tanította a Reiki Mestereket. Egyébként nagyon drága tanfolyamok voltak. Ezek Reiki Mesterséghez 10 ezer dollárt kellett befizetni, tehát nem kevés volt a tandíj. Arra tanítanak ezek a Reiki tanfolyamok, hogy az ember stressz helyzetbe kerülve az immunrendszere legyengül, és sokfajta betegség jelenik meg, allergia, aszma és ehhez hasonlók. És ezeket kell valahogyan a testből kiűzni. Ezt úgy is hívják, hogy hátszú rei Ho, ami azt jelenti létrehozni az energiát, energia létrehozási technika. Vagyis újra ezt az erőt, ami az emberben megfogyott, ezt valahogyan befogadni. Ennek hét lépése van, az első az elme kiürítése. Ezt főleg a Meiji császár által írt verseknek a kántálása által érik el, tehát lassú, réveteg állapotba jut a gyógyulást akaró vagy előkészítő személy. A második lépés le kell ülni ebbe a keleties meditációs pózba, ami egyébként Egyesült Államokban nem vált be, mert eléggé fárasztó, hanem székre őnek itt a rejkis is gyógyulni vágyó emberek. Harmadik a koncentráció. Negyediket így hívják, hogy száraz fürdő. Azt képzelik el, hogy a negatív energiákat ki söprik a testükből, valóban egy ilyen söprő mozdulatot végeznek az mondjuk a jobb kezükkel a bal karjukon végig, bal kezükkel a jobb karjukon végig, tehát így szinte megfürödnek, a, és közben kilélegeznek, próbálják a negatív erőket eltávolítani. Egyébként egy nagyon ősi japán technika, a sintovallásban is megvan a sintopapok, és ugyanígy csinálták, sőt az aikido ö, testgyakorló, vagy sportnak az elején is van egy ilyen lelki száraz fürdő, vagy megtisztulás, Ötödik lépés nagy belégzések és kilégzések, amelyben az energiát próbálja befogadni, vagy hát erre gondol. Hatodik lépésben a kezeit a melkase előtt így fölfelé tartja, és elképzeli, hogy befogadja ezt a fényt, megtelik az isteni erővel. És a hetedik lépés azt éli át, hogy a kezéből, mint egy fény, a szív csakrájába árad ez az ősi energia vagy hát ez az életenergia. Ahogyan látjuk, elég sok eleme ennek a gyakorlatnak a Shinto ősi japán vallásból származik. Az ősi japán vallás egyszerre hitt istenekben és szellemekben. A kettőt nem is különbözteti meg élesen. A szellemek elsősorban az elhunytak szellemeit jelentik, másodszorban a dolgoknak a szellemeit. A föld, a mező, a folyó, az erdők, Mind olyan létezők, amelyeknek szelleme van. Ennek a vallásnak, ahogy említettem, a főpapja maga a japán császár. Tehát ez a fajta gondolat van mögötte, hogy ilyen különleges erőket tud valaki befogadni. Lesöpri magáról a rosszat, és befogadja ezeket a különleges isteni erőket. Vagyis látjuk, hogy sajnos benne van ebben az egész módszerben egy pogány ősi vallás, ami elhunytak és mások szellemeivel próbál kapcsolatba lépni, illetőleg ezeket befogadni. Nyilvánvalóan önmagában az, hogy mint egy rejki mester mondjuk ráteszi a kezét egy betegre, és úgy próbál gyógyítani, ez mondhatnánk, sőt, hát ennek vannak olyan formái, amelyeket mi keresztények is gyakorlunk. Az, hogy valaki mondjuk a kis gyerekének a fejére egy édesapa mondjuk este rátegye a kezét és megáldja, ez nagyon helyes. S vannak olyan közösségek, ahol kézrátétellel imádkoznak egymásért, vagy egy betegért. És hát azt is át lehet élni, hogy ilyenkor valóban az ember érzi az Istennek az erejét, amely a Szentlélek erejét, amely átárad az egyik ember segítségével a másikba. Csak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen fajta Istenben hiszünk, milyen Istent akarunk befogadni, a valódi élő személyes Istent, vagy pedig egy kicsit az ősi pogányvallások imitációjára, ki tudja, hogy milyen fajta szellemeket. Az alapkérdéshez visszatérve, tehát ez egy ilyen erő befogadó és átadó gyógyítási módszer nem tekinthető igazi orvoslásnak olyan értelemben segít, ahogyan az is segít, amikor egy beteg mellé leülünk, és megfogjuk a kezét, és együtt érzünk vele. Püspök, hogy az előbb említette a szívcsakrát, mi ez a csakra pontosan? Mit eredményez ezeknek az aktivizálása? Ez is távol-keleti gondolat, hogy vannak ilyen csatornák, amiken keresztül az ember kapcsolatba lép az isteni erővel. És hát ezek közül a legfontosabb, ez a szív köré, környékén levő csatorna, és ezeket próbálják megtisztítani, megnyitni, hogy az isteni erő beléjük áradjon. Tehát ez is a távol keleti lelkiségnek, vagy spiritualitásnak egy része. Megint csak a furcsaság benne egy része az, hogy nincsen személyes Isten, az Istent erőnek képzelik el. Mint mint a napfény, mint a, a víz, mint az energia úgy árad belém. Tehát nem egy élő kapcsolat, egy személyes Istennel, aki ismer, aki szeret, aki akár az életét önmagát adja értem. Egyáltalán nem, hanem ez egy ilyen különleges meditációs módszer. A buddhizmus nem fél azt se kimondani, hogy a semmi felé tart, a megsemmisülés, a nirvána felé, az öntudatnak a teljes kioltódása. Tehát nem egy személy egy személyel, találkozik, hanem egy kicsi patak, az ember belefolyik az óceánba, és ott megsemmisül. Ilyesfajta elképzelése van a természet fölöttivel való találkozásról a távol-keleti vallásoknak. Akkor elmondhatjuk azt, hogy a rejki gyógyászatban esetleg gonosz szellemmel kommunikálnak a használói? nehéz lenne itten bármit konkrétan mondani, a veszélye nyilván megvan. A gonosz lélek csak akkor tud egy emberen hatalmat venni, ha ő direkt kinyitja neki az ajtaját. Tehát hála Istennek, az Úristen önmagának teremtett minket, a szívünkben lakik, és erősebb mindenfajta gonosz léleknél. hogyha aki direkt nem nyitja ki ezt az utat, és nem hívja be a gonosz Erőit az életébe, ő nem kerül a gonosz befolyása alá. Volt egy ismerősöm, aki elmondta, hogy egy, egy nagyon különleges, ilyen félig sátánista közösségbe kezdett el járni, mert érdekelték ilyen dolgok, és tanították őket praktikákra. Ő úgy mondta, hogy alfa szintre lement, és utána koncentrált bizonyos dolgokra, például arra, hogy a tanár süljön bele az órába és ezt meg tudta csinálni, azt mondja. hát erősen koncentrált erre, hogy dadogjon, ne tudja tovább mondani, és megtörtént. Vagy, hogy két osztálytársa, akik jobba voltak egymással, vesszenek össze. Ezt is meg tudta csinálni. És ahogyan ezek megtörténtek, érten nagyon megijedt, hogy valami gonosz energia vagy erő kezd az élete fölött uralmat szerezni, és rajta keresztül működni. hogy hála Isten, ő egy-két hét ilyen kísérletezés után ezt pánik szerűen ott hagyta. Tehát erről van szó, amikor azt mondjuk, hogy negatív erők lépnek be az életünkbe, olyan szellemi valóságok, amelyek sajnos pusztítóak, mind másokra, mind saját magunkra nézve. A társadalomban egyre szélesebb körben terjedő téma az ezotéria. Elég sok kérdést tartogat még számunkra is. Kezdjük talán a New Age-el, mint térhódító jelenséggel. Püspök atya, mi ez a New Age? Vajon mit hoz ez az új kor a keresztényeknek, és hogyan vélekedjünk a New Age tanairól? Mit kínál, mivel térít minket le az igaz útról? Ki áll a New age áramlatok mögött? Milyen lesz a New Age világ? Milyen az New age az Isten és emberképe? A New Age angolul lesz jelenti, hogy új korszak, új világ, ez egy gyűjtőfogalom, amelyben nagyon sok vallási jelenség vagy ilyen mozgalom bele tartozik, vagy belefoglalható. A kezdetei egy Emmanuel Swedenborg nevű Egyesült Államokban élő emberhez kötődnek, aki 1772-ben halt meg aki úgy gondolta, ő protestáns keresztény volt, úgy gondolta, hogy szellemi lényekkel, angyalokkal, démonokkal kapcsolatban van, és valami fajta új fényt, új kinyilatkoztatást kapott. És azt hirdette, hogy Jézusnak a helyét föl fogja váltani az Isten. Vagyis megszűnnek a régi vallások, kereszténység, iszlám, buddhizmus, és helyettük jön egy új vallás, egy új korszak, ami már nem sok felé osztja az emberiséget, hanem egyetlen hitük. Lesz egyetlen közös vallás. Jézus helyett már csak az Isten. És hát jóval később, kicsit az ő tanainak a nyomán, születik meg maga a fogalom is, hogy New Age. 1864-ben írják meg az első ilyen című könyvet, Amelynek valóban a címe a New Age és annak üzenete, illetve nem sokkal később megjelenik egy folyóirat, szinte az Egyesült Államokban, amelynek a címe ez, hogy liberális keresztény és szocialista folyóirat, és a, a rövid címe pedig ez volt New Age, új korszak. Tehát ez tulajdonképpen nyugati, főleg Egyesült Államokban születő spirituális mozgalmakat jelent. Egy néhányat hadd említsek meg közülük, amelyek talán a legfontosabbak. Az egyiket így nevezik, hogy teozófia, Istenről való bölcsesség vagy gondolkodás. Ennek az előfutára alapítója szintén 19. századi Egyesült Államokban élő hölgy, bevándorló Oroszországból érkező hölgy, Helena Blavatsky, aki azt tanította, azt gondolta, hogy valaha főleg tibetben élő bölcsek ismerték az istenség titkát. És ők ezt tökéletesen tanították. De aztán sajnos ez kicsikét feledésbe merült, és jöttek helyette a vallások. Sok különböző vallás, sokfajta hibával. És ő is azt hirdette, hogy ezen túl kellene lépni, vissza kellene térni az ősi tibeti bölcseknek az egyszerű hitéhez. Ő egyetlen abszolútumban hit, akiből kiáradt a világ. Az emberi élet egy hosszú fejlődés, sok-sok reinkarnáció, újraszületés által. Zárójelben a reinkarnáció tanának a lényege, vagy a negatív oldala az, hogy az emberi személy, a személynek a fontossága, értéke teljesen eltűnik. Az, ami bennem megismételhetetlen. Az én életemnek az élményei. Az én kapcsolatom, édesanyámmal, testvéreimmel, az én életemnek a drámái, ezek teljesen eltűnnek. Az egyén egy kicsi fogaskerék lesz egy lélek történetében. Lényegtelen, ami a történelemnek a színpadáról lassan eltűnik. Vagyis pontosan ami az embernek a legfontosabb része, a személye, az öntudata, a döntései, ezek válnak teljesen lényegtelenné a reinkarnáció tana szerint. Hirdette ez a, az Oroszországból érkezett vallási újító Blavatsky az egyetemes testvériséget, a társadalom fejlesztésének a kötelességét, de semmifajta erkölcsi parancsot egyébként nem tanított. Ez tehát a teozófia, a vallásokat meghaladó, egyetlen istenségbe vetett hit és a reinkarnációnak a tanar. Egy másik hasonló mozgalom, ami a New Age-nek a része, az antropozófia. Ennek a fő alapító atya Rudolf Steiner, 19. században élt gondolkodó. Ő azt tanította, hogy van egy szellemi világ, ami megtapasztalható. Az ember ezzel tud találkozni, tudja befogadni. És hát ez is lenne a cél, hogy valamennyire ezt a szellemi világot az ember megismerje, kapcsolatban kerüljön vele. Az ő tanai alapján születnek a Waldorf iskolák, amelyeknek az egyik jellemzője az, hogy vallásoktatás címén mindenfajta vallást tanítanak a gyerekeknek. Ősi germán istenségekről, az olimposzi istenekről, buddhizmusról, stb. Nagyjából egyformán, mint a Bibliáról. És igen, gyakran a gyerek fejében ezek nagyjából egy szintre is kerülnek ősi legendák a szintjére. A reggeli ima ezekben az iskolákban a fényhez, a naphoz szól. Azzal együtt, hogy a Waldorf iskoláknak egyébként rengeteg értéke van. Például ráveszik a szülőket arra, hogy kb. tíz éves korig a gyerek egyáltalán ne nézzen semmi tévét. És ettől a gyerek teljesen más lesz, és nem is tudjuk elképzelni. Én láttam, meg tanítottam hittant is ilyen iskolában. Hogy a gyerekek sokkal gyerekszerűbbek voltak, lassúbbak, álmodozóbbak, fantáziadósabban kérdeztek, mese fogalmakban gondolkodtak, mert minden nap volt mese. Tehát nagyon nagy előnye volt ennek az iskolának, hogy a, a látható vizuális média sok mindent letaroló hatása alól kivette a gyerekeket. Durvább játékokat nem engednek nekik játszik, mert a focit is tiltották elég sokáig, mert az is egy ilyen óriási. Rugásokból áll. Lassabban kezdik a gyereket a tudományokba is bevezetni. Ez is segít a gyereknek, hogy ne annyira stresszesnek élje meg az iskolát. Tehát van ennek sok előnye, de van egy ilyen ö, kicsit kaotikus szellemi háttere. Egy másik nagy vonulata a New Age-nek, Franz Mészner, orvos és hipnotizőr által fémjelzett vagy elindított spiritizmus. Ő azt tartotta, hogy van egy lelki mágnesesség, lelki erő, amelyet föl lehetne szabadítani az emberben. Ennek az irányzatnak volt valamennyire híve Kár Jung, a híres pszichológus pszichiáter, aki azt tanította, hogy minden vallás egy lelki utat mutat az embernek az istenség felé. A tökéletesedés felé. Ez a vallások lényege. És ő azt hirdette, hogy ez egy nagyon erős gyógyító tényező is. Ha az ember tud hinni, egy lelki úton elindul, akkor nagyon sok pszichai betegségből tud gyógyulni. Például az alkoholizmus kapcsán neki a legfőbb gyógyszere a lelki megtérés vagy a, vagy a lelki újjászületés volt, az ő gondolata alapján születik az anonim alkoholisták mozgalma, ami egy gyönyörű, szép gyümölcsöket termő mozgalom, sok szenvedélybeteg ember a mozgalomnak a lépésein keresztül eljut odáig, hogy ettől a szenvedélytől megszabadul. A nyújésnek rengeteg értéke van, lelki békességet keres. A mai korban, amely főleg az anyagiakra, a testre, a teljesítményre, a sikerre figyel, ebben a korban a lélekre próbál figyelni. A, a testvériséget hirdeti. Azt mondja, hogy a vallások ne egymás ellen harcoljanak, mert a lényegük nagyon-nagyon hasonló. Tehát nagyon sok jó gondolat van ebben a szellemi áramlatban. A negatívuma ugyanaz, amit már sokszor említettünk, önmegváltás, a magam lelki útja által gyógyulok, illetőleg jutok egy jó lelki egy helyes lelki állapotba. A személyes Isten elveszítése, az Isten csak egy erőnek gondolják el, nem egy személynek, aki személyesen közeledett hozzánk, Krisztusban, illetőleg a Biblia Szavaiban. Az ember a maga erejéből Istenig soha nem tud eljutni. Isten fölöttünk áll. Csak akkor tudunk vele kapcsolatba lépni, ha ő közeledik hozzánk. És ez Krisztusban történik meg. Vagyis ezt az ajándékot veszíti el a nyújts be belecsöppenő ember, azt a kincset, amelyet Isten Krisztusban ajándékozott és ad nekünk. Két dolog jutott eszembe. Az egyik, az egyik iskolámba történt meg. Két éve érkezett a Kesz Kesztei Valdorf iskolából egy fiú. Rendkívül aranyos, de mindig uh, csöngetés után érkezik be az osztályba. Hihetetlen lassú, ahogy Püspök atya is említette. És még most is álmodozik, pedig nyolcadikas. És már szóltam neki, hogy hát de Kristófkám, jó lenne, hogyha esetleg csöngetés előtt megérkeznél. És rám nézett, tudja, én Valdorf iskolából jövök, és kicsit nem vagyok normális. Egyébként ettől függetlenül az egyik legnagyobb szív és a legszerethetőbb gyerek. A másik pedig a Tibet kapcsán jutott eszembe, hogy amikor Zoltán atya beteg volt, akkor az orvosok közül is volt olyan, aki próbálkozott tibeti gyógymódot alkalmazni, de az atya elzárkozott ettől, sőt, el akarták vinni egy vaklátó asszonyhoz hogy ő biztos meg tudja gyógyítani, mert ő tudja, milyen baja, de Zoli atya őtől is De akkor ezek után lépjünk egy picit át erre talán, hogy... A Zoli atya egy nagyon szent életű, rendkívül erős hitű papunk volt. Tehát ő tudta, hogy egy teremtőnk van, egy jödvezítőnk Jézus Krisztus. Ahogy ő mondta, hogy senki nem juthat az atyához, csak általam. Tehát ő az úristen kereste egész életében benne bízott, és nyilván nem is akart se rossz példát mutatni, se a szívében soha ez meg nem ingott, hogy az egyetlen igazi üdvözítőn Krisztus. Igen, végálhatatos maradt, és a, ezek az emberek, akik el akarták ide-oda vinni, a mai napig nem értik, és, és, nem fogják fel, hogy az atya miért állt ellen, hiszen akkor még ma is közöttünk lehetne ezt. Nem olyan régen is hallottam. Ami nyilván és nem, nem igaz kik ezek a látó asszonyok, vagy, vagy egyáltalán hogyan látnak, vagy mit látnak? Látó ember, ez egy nagyon ősi kifejezés. A Bibliában például Sámuel profétát is így hívták, hogy megyünk a látó emberhez. És a proféta olyan ember, aki esetleg látja a jövőt, ha Isten neki ezt megadja. Vagy látja azt, hogy mi van a másik ember lelkében. Van ennek valami fajta emberi, természetes alapja is. Például egy édesanyja nagyon szereti a gyerekét, akkor néha nagyon messziről megérzi, hogy bajban van. Én hallottam ilyen elbeszélést édesanyjától, akinek gyereke balesetet szenvedett e, autópályán, tehát nagyon-nagyon messze az édesanyjától, hogy abban a pillanatban, amikor történt, az édesanyja megérezte, hogy valami nagyon nagy baj van. Tehát létezik ilyen, hogy valakinek nagy lelkiérzékenysége van. Vagy mondjuk egy gyerek jön haza, az édesanya általában megérzi, hogy ha baj történt vele, még akkor is, ha a gyermek nem mondja. Amikor manapság ezt a szót használják, hogy valaki ilyen látó ember, akkor egyrészt arra gondolnak, hogy belelát a másik lelkébe, akár egy elhunytnak a lelkébe, valamilyen módon szinte megidézi, beszélteti tehát ilyen módon a látó emberen vagy asszonyon keresztül egy elhunythoz oda lehet férkőzni, vagy vele kapcsolatban lehet lépni. Ami a keresztény hitünk szerint abszolút nem így van, mert az elhunytjaink személyek, vagyis nem olyanok, mint egy edény, vagy nem tudom micsoda, amit erőszakkal ez a látó ember meg tudna nyitni, és bele tudna csorgatni a maga agyába személyek az Úristennél, és egy személy akkor ő, tud velem kapcsolatba lépni, hogyha ő akar, ha ő megszólal. Tehát ők személyek az Úristen közelében, nem valami fajta könyvek, akikben lapozgat ez a látó ember. A kereszténység is úgy gondolja, hogy néha történhet olyan, hogy egy odaátra jutott, elhunyt személy földiekkel kapcsolatba lép de csak is olyan esetben, ha az Úristen ezt akarja, küldi, ahogy a szűzanya tud üzenetet átadni, vagy a nagy szentjeink, vagy angyalok. Tehát ilyesfajta módon, ha Isten akarja, akkor kapcsolatba lépnek a földön élőkkel. De az alapkapcsolatunk az imádság. Istenen keresztül lépünk egymással kapcsolatba. Az elhunytak is imádkozhatnak értünk, a szentek imádkozhatnak értünk, és mi is imádkozhatunk az elhuntjainkért. Még veszélyesebb és ártalmasabb, ha egy látó ember azt mondja hamis módon a hozzáfordulónak, hogy ő látja a jövőt. Ugyanis a jövő az az ember szabad döntésein múlik. A senki ember nem látja előre. Az Isten látja, mert ő jelen van a múltban, a jelenben és a jövőben egyformán. Benne nincs idő. De mi emberek, akik időben élünk, nem látjuk a jövőt, nem tudjuk, mi történik. Esetleg akkor láthatja valaki, ha maga az Isten valami fontos célból ezt meg akarja nekiadni, ahogy tette ezt a proféták által. De amikor valaki ilyesfajta módon becsap egy másik embert, abból nagyon nagy élettragédiák tudnak születni. Hallottam már olyan élettörténetről, amikor valaki a házassági döntését, hogy valakit feleségül vesz vagy nem, ilyen alapon döntött el, hogy neki a látó ember mit mondott. És az élete egy teljes tragédia lett. Tehát az ember szabad döntéseit nem látja előre senki, és nagyon rossz, ha valakinek ö, ilyesfajta determinált jövőképeket sugároznak a, az úgynevezett látó emberek, és ezzel az életüket tönkreteszik, ahelyett, hogy az illető felvállalná azt a felelősséget, hogy a magam életéről magamnak kell döntenem. Vannak ilyen híres eh, látó emberek vagy asszonyok is, például egy bolgár látóasszony, akit így szoktak hívni, hogy Baba Vanga, aki például 2019-re azt jósolja, vagyis az idei évre, hogy Trump elnök meg fog süketülni, és óriási meteorit fog becsapni Oroszországba, rengeteg embert elpusztul, rengeteg ember elpusztul. Ennek hasonló e, igazság értéke van, mint mondjuk azoknak a jövendőléseknek, amelyek 2000-re a világ végét megjósolták. Az a szomorú ebben az egészben, hogy nagyon sok hívő ember e, átutazza az országot is, hogy e, van egy látóasszony itt Magyarországon is, hogy vele találkozzon és, és segítsen rajta.